Na még egyszer, sziasztok! Szuper! Lehet érteni, amit mondok? Na várják, teszünk egy próbát. Mondok valamit, és ismételjétek meg. Alma. Alma. Körte. Körte. Szilva. Szilva. Szuperkálifragilisztik expiáli dózus. Nem lehet érteni? Miért nem láttátok a Mary Poppins-t? Abba van, azt mondta a Mary Poppins, hogyha nem tudod, hogy mit kell válaszolni valamire, mondjad azt, hogy szuperkálifragilisztikexpialidózus. Nos, mondok egy verset, egy törpéről. Úgy hívják ezt a törpét, hogy Borbúj. Hát ezt a nevet adta neki az anyukája meg az apukája, Borbúj. És képzeljétek el, hogy Borbúj ilyen nagy pocakkal rendelkezik. Mert mindig eszik. Tudjátok, hogy mit? Gyümölcsöt. Egy oldalon táplálkozik. Van kedvetek megetetni? Na figyelj, mondom a verset, és amikor odaérek, hogy talált egy szép, akkor valakire rámutatok, és az valaki mond gyümölcsöt. Tudtok gyümölcsöket? Igen! Nagyon jó, kezdem. Volt egy törpe borbúj, gyomra nagyot kordult. Keresett, kutatott, hol talál egy falatot. Talált egy szép... Almát. Szeretitek az almát? Igen! Tíz. Akkor járj egy matrica érte. Csemmegtette, nyámogtatta, szája szélig nyalogatta, és az almát mind befalta. Amit evett, sorolgatta. Soroljuk fel mind az egyet. Megevett egy almát. Etessük még? Igen! Volt egy törpe borbúj, gyomra nagyot kordult, keresett, kutatott, hol talál egy falatot? Talált egy szép... körtét! Szeretitek a körtét? Igen! Itt a matrica. Na, etessük meg borbújjal. Csemmegtette, nyamogtatta, szája szélét nyalogatta, és a körtét mind befalta. Amit evett, sorolgatta. Soroljuk fel mind a kettőt. Megevett egy almát, megevett egy körtét. Etessük még? Nagyon jó, figyelj! Van hozzá egy kis nóta is, meg egy kis tánc is. Volt egy törpe borbú, gyomra nagyon korgyú. Keresett, kutatott, hol talál egy falatot. Talált egy szép? Nem mondj egy gyümölcsöt. Banán! Ki az, aki szereti a banán? Nyalogatta, és a fodát mind befalta. Amit evett, sorolgatta. Vigyel a felsorgási túl! Megevett egy almát, megevett egy körtét, megevett egy banánt. Etessük még! Volt egy törpe borbú, gyomra nagyon fordú. Keresett, mutatott, hol talál egy falatot. Talált egy szép szilvát? Ki az, aki szereti a szilvát? Tessék itt a matrica. Akkor énekeljétek velem az etetést, jó? Csemmegtette, nyámogtatta, szája szélét nyalogatta, és a szilvát mind befalta. Amit evett, sorolgatta. Figyelj, mindenki felsorol! Megevett egy almát, megevett egy körtét, megevett egy banánt, megevett egy szilvát. Thank you.
Segítsetek, légy szíves, ne jegyezhetek meg én mindent egyedül, jó? Mindenki segít? Yeah.
hallgatjuk önket? Igen! Nagyon jó. A Huba bácsi narancsárgába itt ül mellettem, és van nála egy... nagy bőgő. Hallgassátok csak meg a nagy bőgő hangját! Mire készültél, Bobány? Nem az, amikor be van a rekedve! Jaj! Ez olyan volt, mint amikor kukac mászkál a levélet. Ez meg olyan, mint amikor a medve plumpog, igaz? Ti tudtok plumpogni? Képzeljétek el, hogy ez a gitár. Nagyon érdekes hangszer, mert a Balázs bácsi tud vele dallamot játszani. Bibi, elénekeljük a Balázs bácsinak? Figyelj! Egy, két, há, és boci, boci, seküle, seküle, oda megy, így van. Tapsoljátok meg magatokat! Képzeljétek el, hogy ez a gitár tud ugatni, mint a... hogy kipróbáljuk, hogyan válaszolgat egymásnak a zenében a nagy bőgő és a gitár. Na figyelj, már nem bemegyek oda középre. Ide figyelj. Itt lesz a közepe. De ez már csak eldönteti, hogy gitár akar lenni, vagy bőgő. Például. Meg hogy aki ezen az oldalon ül, az lesz a nagy bőgő, a medve. Aki ezen az oldalon ül, az lesz a gitára. Kutya! Na kérem szépen. Ha a medvéknek intek egyet, akkor kérek egyetlen egy brummogást, hogy brumm. Figyelj, próbát teszünk. Brumm. Na ennél bátrabbat vártam, még egyszer. Azaz. Ha a kutyáknak intek egyet, egyetlen gyugatást, hogy van. Jó, figyelj. Nem kell ijeszgetni. Ja. Medvi fog? Igen. Koncentrál. A Máté bácsi kezébe szól a... Cini-cini muzsika, táncol a kis zsuzsika. Jobbra dől, meg balra dől, Máté bácsi hegedül. Képzeljétek el, hogy ez a hegedű tud nyávogni, mint a... Vagy tud cincogni, mint az... Tudjátok, hogy mit tud még? Tud énekelni, mint a kismadár a faágon. Vagy fiúk, tudjátok, hogy még mit tud? Tud olyat, mint egy Forma 1-es versenyautó. Megutassuk! Na várjátok, beülök, csak ne lenne egy alacsonyan ez az autó. Na figyelj! Mehetünk! Nem mehetünk még. Miért nem mehetünk még?
tette meg. Hogy a biztonsági jövet. Hopp, 50 000. Na gyorsan bekapcsolom magam, a másik oldalt is bekapcsolom, hogy a rendőr füzet, bukos is a föl. Ti megkötöm titek a biztonsági jövet? Na mindenki megfogja a kormát. Indulunk. Hegyezd a füled. Te tudsz brummogni? Tudsz? Na várjál!
beállítjuk a mikrofont, hogy mindenki hallja. Technikus bácsi, most jött el az áldott pillanat, amikor ebbe így bele fognak brummognak. Na figyelj! Tudsz? Hallja! Brum! Brum! Tapsoljuk meg! Hát ez nagyon jó volt! Nos, akkor a Balázs bácsinál szól a gitár. Szükségünk van egy gitár. Ott csíkosba! Legfölül a legfőső sorban csíkosba az a legény. Tessék ide fáradni! Te is gyere életem, nyugodtan meg az a legény is, te meg veszem majd a heged is, jó? Mert hát ez is csíkos, tényleg. Nem beszélek ide a levegőbe. Gyere édesem, te leszel a heged is majd, jó? De most megvárjuk előbb a gitárost. Óvatosan. Azaz. Na figyelem! Figyelem, figyelem! Gyere te is, légy szíves! A gitár, az emlékszel, mit csinált a gitár? Mit csinált? Ugatott, mint a kutya. Tudsz ugatni? Na, hadd halljam! Tapsoljuk meg! A hegedű az nyávogott, mint a cica. Te tudsz nyávogni? Na várjál, bedöntöm a mikrofon. Nyávogj! Tapsoljuk meg! Állj! Szükségünk van egy dobosnak. Jössz? Na gyere! Szépen, ügyesen! Jó? Itt most nagyon kell figyelni. Koncentrálni kell. Várjátok, igen, engedjük be bőgül meg a gitár közé a dobot. Képzeld el, hogy a dob az kopog, mint a fána harkály. Tudsz tapsolni? Tapsolni tudsz? Tapsolni. Nagyon jó! Hát akkor indul a muzsika, és indul a zeneoktatás. Először is megtanulunk bőgőzni. Úgy lesz, hogy én előbrummogom neked, te meg visszabrummogsz. Jó? Pont ugyanazt, amit én. Hármat fogok brummogni. Neked majd tapsolni fogok, te visszatapsolod. Neked ugatni fogok, te visszaugatod. Neked meg nyávogni fogok, és visszanyávogod. Jó? Figyelj, mindenki elkész, indul a brummogás. Jó, közel áll a mikrofonhoz, figyelj. Brum, brum, brum. 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 Nagyon jó! A multimilliómos ide tapsol, jó? Figyelj, indul. Tedd a kezed. Get
Adriana Matrica. Tessék, tessék, tessék. Nagyon óvatosan mindenki lemegy a lépcsőn, te arról jöttél, ti arról, óvatosan. Mindenki van. Köszönöm szépen a segítséget, a legény lemen, kisasszonyka. Ja, igen, jó! Na kérem! Képzeljétek el, hogy nekik van egy macskák. Úgy hívják a macskákat, hogy... Kérem, ki tudja kitalálni? Na, mondjad! Hogy hívják a macskákat? Mondjad! Nem cica. Csirmi, nem? Nem, nem is Gyuri, meg nem is Zokni. Igen? Hogy? Azt mondtad, hogy Cecilia? Oda viszem a matricát. Honnan tudtátok, hogy a mi macskánkat Ceciliának hittek? Illetve hívják. Ja, hol vagy? Nem, itt volt valahol. El az. Prisztélek. Nos, szóval képzeljétek el, hogy azért én rövidíteni szoktam a nevét, és úgy szólítom, hogy Cecca. Igen. És képzeljétek el, hogy Cecca olyan egészséges, hogy minden reggel kornyázik. Van kedvetek kornyázni Ceccával? Nagyon jó, a belső macskunkra lesz szükség. Cecca, picike macska, aranyos kedves, a farka tartva barka, sejmes puha kutály, de sokkal úgy csodály, sejmes puha kutály, de sokkal úgy csodálja. Aztán egy kicsit gyorsabban, aztán egy megint egy kicsit lassan. Aztán megint gyorsan, és vissza rakul. Cecca, a csata finta, sosem volt lusta, nem is botuska, furuska, felmászik a tető, dolgázik egy kedőre, felmászik a tető. Jobbra, balra, fölfelé, hátra.
Brown. Na figyelj, kereszt kérdést követem. Nem olyan régen, múlt héten, pont egy héttel ezelőtt kedden ünnepeltünk. Március, ki mondta? Oda kell menjek megint. Hát te olyan okos vagy, neked iskolában lenne a helyed. Hol vagy? Átütik? Nem. Csak hasonlítok meg egymásra. Mert kemétek, hogy hátra vagyjátok annak a jóképű legénynek. Na figyelj! Március 15-e. Mit ünnepeltünk március 15-én? Minek a világ napja? Ez a szabadságharcot ünnepeltük, és volt ennek a szabadságharcnak egy vezére, akit úgy hívtak, hogy mert azt mondta, hogy Kossuth Lajos. Mindenki azt mondta? Igen! Nem olyan vagyok. Van egy mótája is, azt tudjátok-e? Úgy kezdődik, hogy Kossuth Lajos. Ha
Magyarország. Harcolni! Mi a hát a pénz az ideje, hogy elinduljunk a csatába, csak megkötöm a cipőmet, mert a baleset veszélyes. Rögtön a katona kórházba kezdeni. Na! Huszárok! Vigyázz! Mondom, vigyázz! Meglátom, mindenkit még föláll. Majd holnap mentek haza. Nekem mindegy. Huszárok! Vigyázz! 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 Hát mondtam, hogy vigyázz! Vigyázz! Ne neves, kifut a bableves. Nem neves, ne neves. Vigyázz! Vigyázz! Huszárok! Ló! A gyeplőt, és 10 lépésre fogunk indulni. Mi az a 10 lépés? A 10 lépés az, amikor a ló olyan magasra emeli a térdje kalácsát, hogy véve a csillagokat rúgassa. Na figyelj, huszárok! 10 lépés, utána indul! Jó idős anyád, sej, aki megsírja.
leszáll a lóra, a lóra kifújják magukat. Megrázzák a belső lábukat, a hátsó lábukat, egyszerre mind a négyet. Mert a huszárok élete nem voltál mindig játék és mese. Hallottál már a gonoszról, a csúf? Ki mondta, hogy hókuskor? Az üljön le! Nem hókuskor, háború! Lányok, itt az ideje, hogy a fiúkat elvigyem a csatába, és most jön az, amit az elején említettem, hogy a lányok sírnak. Sírjatok a... Afrikában, nekem meg a hájban.
még egy hajolám, így van, hogy ne hallják. Hajolám. Na, ti pakoljátok én, addig hajlátok. Sziasztok.